Köszönjük, sejk a bölcs szavakat! Sejk, te bölcs vagy! Nem vagyok bölcs! Nem vagyok bölcs, csak kijöttem az őserdőből, és az őserdőből kijövet az emberi világ, így látszik. Sokszor elismertem, de hát, ha még valaki nem tudja, összevetve én 30 évet éltem Afrikában és a közel és Afrikában is, főleg szavannán természeti környezetben, természeti emberek között. És ott ugye fejemre kenhettem az összes könyvet, amit addig memorizáltam, legyen a Szentkönyv, Magyarázat, Irodalom, akármi, mert az csupán okosság, de az egész egyszerű ember, az írás tudatlan is lehet bölcs, akinek nincs meg az a lexikális tudása, de úgy tudja összetenni az információt, ami összhangban van a teremtéssel. Márpedig ő a teremtésben él, annak része. Na most, hogyha ki az őserdőből, és hozod magaddal azt, amit ott tanultálod, hogy tedd össze, a túlélés, a teremtéssel való összhangnak a módszerét, akkor a te emberi világod ilyen hülyének látszik. Én semmi más nem teszek, csak a látásmódomat közlöm, amit az egyszerű emberektől kaptam. Ott ők a teremtő erőkkel vannak napi összhangban. Te pedig az uralkodó erőkkel állsz fölé alárendelt viszonyban, és ez aki a teremtésből jön, egyből látja, mert látja, hogy nem érted szól a törvény, nem érted szól a szónoki beszéd, hanem egy szűk csoport érdekében is, teljesen függetlenül attól, hogy ki van uralman, ne is nevezzük meg jobb, bal, közép, mind ugyanabba a hibába esik. Mind. És ezért kellene felfedezned önmagadat, és nem a nagyokosoktól ellesni a különböző ígéreteket, eh, úgyse tartják be, hanem állj alpra. Ahhoz, hogy talpra állj a lelkedet, erősítsd meg. Mert a lélek megerősítésével fog megerősödni az agyad és a tested. Mi a megoldás? Az, hogy legyincs. Legyincs a kommunikációkra, legyincs az ígéretekre, és menj föl a hegyekre, Néz körül, nézd a teremtést, mi gyönyörű, mennyire összhangban van minden mindennel. Na most te ebből szakadtál ki akkor, hogyha egy szűk csoport ígéretei után rohansz. Igen, vannak mindenféle hívők. Vannak templomhívők, valláshívők, párthívők meg nem nevezem a szemét, kinek a hívei. Nem. Nem vagyok bölcs ismétlem. Gyereki te is, az őserdőből, és akkor látod. De ahhoz, hogy elérje a bölcsesség bizonyos szintjéhez, menj be az őserdőbe mert ott tanulod meg a metodikát. Hogy menj be, te nem menj Afrikába. Közted is élnek nagyon egyszerű emberek. Szegény emberek, akik még sparhertel főznek, jó ízű pörköltet, szinte döngölt föld talapzaton áll a házuk, szegények, szinte szókincsük sincs, alig tudják kifejezni gondolataikat, de amit akkor mondanak, az húzós. Ezt jegyezd meg. Ne azt a gondolati komplexumot, amit neked sugalnak, csak azért, hogy egy kis csoport jól járjon. Az internet csodálatos okosságot közöl számodra, de mikor az internet adja a megoldásokat, hogy mit milyen információval kös össze, az már megvezetés, az már manipuláció. Hagyd, hogy a te belső éned kösse össze az információkat bölcseleti alapon, amit csak az egyszerűség tud نكد شغاني والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته